Egy mezőgazdasági eszközt szeretnénk vásárolni, és a következő két ajánlatunk van. Az első 175 ezer forint az ára, amit a leszállításkor kell kifizetni. A második, a leszállításkor fizetünk 70 ezer forintot, majd egy év múlva 60 ezer forintot, és egy újabb év múlva megint 60 ezer forintot. Az A feladat, melyik ajánlatot válasszuk, hogyha a kamatláb 12%-os. No hát értelmezzük a feladatot. Első esetben mi történik? Az adott időegyenesen most, ebben a pillanatban kifizetünk 175 ezer forintot, és akkor megkapjuk annak az ellenértékét, megkapjuk a mezőgazdasági eszközt. A második esetben mi történik? Most kifizetünk 70 ezer forintot, egy újabb év múlva kifizetünk 60 ezer forintot, és rákövetkező újabb egy év múlva pedig megint 60 ezer forintot. A kérdés az, hogy járunk jobban, hogyan fizetünk, mivel mi vagyunk a vásárlók, hogyan fizetünk kevesebben. Az ilyen döntéshozó pénzügyi számításos példáknak mindig az a megoldási menete, az a lényege a megoldásban, hogy az idő egyenesen, az idővonalon keressünk egy olyan időpontot, ahol az összes ajánlat arra az időpontra vonatkozó értékét tudjuk összehasonlítani. Na most a következőt jelenti ez most számunkra, válasszuk ki mondjuk a mostot, ezt az időpontot, és nézzük meg, hogy erre az időpontra tekintve mennyi lesz a két ajánlat jelen értéke. Hát az első esetben nem kell sokat számolnunk, hiszen most fizetünk 175 ezeret, és később semmit, tehát ez itt 175 ezer forint, se több, se kevesebb. Nézzük a második esetet. Most fizetünk 70 ezeret, majd egy év múlva 60 ezeret. Kérem szépen, tudjuk, hogy a kamatláb az 12%, tehát könnyedén ki tudjuk számítani egy egyszerű jelenérték számítással, hogy mennyivel kell most rendelkezzünk, hogy egy év múlva legyen 60 ezer forintunk. T1 akkor egyenlő 60 ezer, mennyi a T0? A T1 azt tudjuk, hogy egyenlő T0-szor 1,12, tehát egy osztással meghatározzuk, hogy most 53.571 forinttal kell rendelkezzünk, hogy ez a 12%-os kamatláb mellett egy év múlva 60 ezerre növekedjen. Hasonlóan gondolkodjunk a két év múlva esedékes 60 ezer forintunkról, ez itt most már mondhatjuk, hogy kamatos kamat, hiszen a kamattal megnövelt összeg kamatozódik tovább. T2 egyenlő 60 ezer, mennyi a T0? A T2-ről tudjuk, hogy ez T0-szor 1,12 a négyzeten, egy osztással azt kapjuk, hogy 47.831, vagyis most 47.831 forinttal kell rendelkezzünk, hogy a 12%-os kamatláb mellett ebből két év múlva legyen 60 ezer forint. Tehát adjuk össze a mostakat. Tehát egyszer van egy mostani 70 ezer forintunk, van egy 53.571 forintunk, amiből majd lesz az egy év múlva 60 ezer, és van most egy 47.831 forintunk, amiből két év múlva lesz majd 60 ezer. Ha ezeket összeadom, akkor ennek az értéke a 171.400. Ha összehasonlítjuk az első ajánlattal, hogy 175 ezeret kellene kifizetni, akkor azt mondjuk, hogy bizony-bizony a két ajánlat közül a második lesz a számunkra a kedvező, tehát a másodikat kell választanunk. Jó, nézzük a B részét a feladatnak. Hány százalékos kamatláb mellett lesz a két ajánlat azonos? Azaz, mennyi legyen a kamatláb, hogy mindegy, ne kelljen dönteni, mind ugyanolyan jó legyen az egyik, mint a másik. Kérem szépen, megint választunk akkor az időegyenesen egy olyan pontot, ahova kiszámítjuk az a két ajánlat akkori valós értékét, és azt összehasonlítjuk. Hát a feladat A részében választottuk a mostot, tehát hogy most mennyivel kell rendelkezzünk. Most válasszuk kérem szépen a mához képest két év múlva bekövetkező időpontot, és mondjuk azt, hogy ez az időpont legyen kérem szépen az összehasonlítás alapja. No, akkor nézzük, mi történik. Hát, hogyha én most rendelkezem 175 ezer forinttal, akkor két év múlva ez 175 ezerszer x négyzet lesz. Hiszen kamatos kamattal így számolunk. És nézzük a másik ajánlatot, ott mi történik. A mostani 70 ezer forintomból két év múlva lesz 70 ezerszer x négyzet, az egy év múlva rendelkezésemre álló 60 ezer forintból annak meg lesz újabb egy év múlva 60 ezerszer x
felnövekedett értéke, és a két év múlva esedékes 60 ezer forintom, az pontosan 60 ezer forintot fog érni. Két év múlva, tehát az egyenlő 60 ezerre. Akkor így feldobjuk ezt a másfokú egyenletet, egy picit rendezzük és egyszerűsítsünk 10 ezerrel, és akkor azt kapjuk, hogy 10,5x négyzet mínusz 6x mínusz 6 egyenlő nullával. Ha megoldjuk ezt a másodfokút, akkor a két gyök közül a pozitív az 1,952 tízezred, ebből a kamatlábot akkor azt mondjuk, hogy ez 9,52%. Vagyis a kérdésre válaszolva 9,52%-os kamatláb mellett a két ajánlat között nincs különbség.